Sok szeretettel köszöntöm az Egybegyűlteket, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája. Mai rapid tesztünk alanya nem más, mint a Redmi Note 13 5G nevű telefon. Ugye a Redmi Note 13 család nemrég mutatkozott be, számos tagból áll, ebből legalább 4-et Magyarországon is lehet, vagy lehet majd kapni, és ez az egyik legolcsóbb verzió, ami azt jelenti, hogy most 120 000 forintért kínálják kártya függetlenül, illetve a független piacon, és ezért cserébe hát ugye az ember elvárja azt, hogy a tavalyhoz képest valamelyest fejlődjön a telefon. Na most olyan nagy fejlődés nincsen, egy picit azt érezzük, hogy ez a Redmi Note 12, tudom én, második generációja lehet-e inkább, mint sem Redmi Note 13, de természetesen miután a Redmi Note 12-k szépen el fognak kopni a kínálatból, ezért marad a Redmi Note 13, és abból is ez az 5G-s modell, aminek a doboza igazából egész gazdag, mert hogy nem csak a telefon találjuk meg, és a 33 wattos töltőfejet, és a hozzá kapcsolódó kábelt, hanem van egy gyári tok is hozzá, ami végre nem ez a szilikon átlátszó ízé, ami pikpak megsárgul, hanem egy fokkal komolyabb hátlapi védelmet biztosít. A telefon kijelzője ugyanakkora, mint tavaly, ez 6,67 század incs, és továbbra is AMOLED kijelzőről beszélünk, ami 120 Hz-es képfrissítésre is képes, hát nem annyira adaptív, mert vagy 60, vagy 120, viszont maga a kijelző az pont ugyanaz, mint a tavalyi modellben, a telefon mégis valamivel kisebb és vékonyabb lett, a leginkább annak köszönhetően, hogy a kávák vékonyodtak. Ez mindenképpen egy előrelépés, egy picivel kompaktabb érzetű a készülék így a mindennapok során, de a kezelőgombok, meg az összes csatlakozó az ugyanott van, ami azt jelenti, hogy fölül megtaláljuk az infraportot, alul pedig, illetve a jack csatlakozót, alul pedig ott lesz a Type-C csatlakozónk is, és oldalt van az új lenyomató olvasó. Ami még fontos, hogy továbbra sem sztereó a Redmi Note 13 5G, hanem csak az alsó hangszórók biztosítanak bármiféle muzsikát a készülék multimédiás használata során. Jóval hangsúlyosabb lett a kamera szett a hátlapon, és egy kicsit kreténül is van elhelyezve, mert ugye három kameránk van, van egy 180 megapixeles főkameránk, egy 8 megapixeles ultraszéles, és egy 2 megapixeles makró, és hát a 2 megapixeles makró alá sikerült odaírni az, hogy 108 megapixel. Gyakorlatilag ez nem sokba tér el a tavalyitól, és a képek minősége, meg a videók minősége is nagyjából ugyanazt hozza, ami hát egy ilyen átlagos középszerű dolog, de az ultraszéles például a középkategóriánál gyengébb. Videózni Full HD-ban tudunk, de sajnos videózás közben nem lehet váltani a szenzorok között, és optikai stabilizáció sincsen a telefonban. Ha már a kameráknál tartunk, említsük meg, hogy most sem érdemes 108 megapixelben fotózni, és sajnos a kétszeres digitális zoom sem túlságosan jó minőségű, szóval ez egy éppenséggel egy középkategóriás kamera, végülis tud mindent, amit elvárunk tőle, de semmi kiemelkedőt nem nyújt. A tavalyi modellben a chipset a Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 volt, ami ugye a Qualcommnak a belépő szintű 5G-s ajánlata volt tavaly. Most ugye egy Dimensity chipsetre váltott a Xiaomi, méghozzá a 6080-ra, ami ugyan újnak tűnik, de igazából ez egy régi architektúra, ez már egy nagyjából 2 éves chipset, 6 nanométeres csíkszélességgel készül, és teljesítményben körülbelül azt hozza, mint a tavalyi Snapdragon 4 Gen 1, tehát nincs tempóban lényegi előrelépés. Ettől függetlenül a mindennapok során korrekt és kielégítő sebességgel működik a menőrendszer. Nyilván, hogyha egy kicsivel erőforrásabb igényes alkalmazásokat indítunk el, akkor már érezni, hogy lassabb a dolog, de ugye a tavalyi modellben 4 giga RAM-unk volt az alapmodellben, itt viszont már 8 giga RAM-on indulunk, és az alapkiszerelésben is 250 GB belső tárhely található, tehát tárhely és RAM szempontjából mindenképpen előre tudott lépni a telefon, ráadásul a tárhely sebessége is gyorsul, mert ebben már UFS 2.2-es szabványú tárhelyet fogunk találni. Az akkumulátor kapacitása sem változott, 5000 mAh-ról beszélhetünk, és a töltési sebesség is maradt 33 watt, vezeték nélküli töltés nem került a készülékbe, de az NFC megvan természetesen, a Wi-Fi megvan, az 5G megvan, a Bluetooth működik, tehát ilyen szempontból nincs igazán okunk panaszra. A rendszerünk pedig pillanatnyilag még az Android 13 a MIUI 14-es felülettel, a Xiaomi pedig 3 év rendszerfrissítést ígért, tehát elvileg az Android 16-ig el fogunk vele jutni. Ez jobb, mint amit tavaly kínáltak, mert ott csak 2 évet kínáltak, tehát itt is volt valami enyhe előrelépés, de, és ezzel nagyjából eljutunk az összegzéshez, nagy változás nincsen a Redmi Note szériában, legalábbis a tavalyi Redmi Note 12 5G és 13 5G között. Erőben, képességekben, sebességben, kijelzőben körülbelül ugyanaz hozzá, mint a tavalyi szett, kamerás fronton sincsen előrelépés, akkumulátor szempontjából is
ugyanazt fogjuk tapasztalni, de egy kicsit szögletesebb, kicsit könnyebb, kicsit kisebb a készülékház. Ami előrelépésnek tekinthető, az a jobb minőségű tok a dobozban, vagy mondjuk az, hogy tovább fog kapni rendszerfrissítéseket, mint a tavalyi modell, hát illetve drágább is. Mondjuk tavaly is ennyi nyitott nagyjából az előtt modell, ami most nagyjából olyan 80-85 ezer forintért beszerezhető, az új készülékért pedig 120 ezer forintot kell itt hagyni, de dupla akkora a RAM és dupla akkora a tárhely is benne. Ha további információkra van szükségetek, tesztfotókat, tesztvideókat szeretnétek nézni, mérési eredményekre vagytok kíváncsiak, akkor látogassatok el a mobilarena.hu-ra, ahol a teljes részletes tesztet elolvashatjátok, és a link benne van a leírásban. Ha pedig még hasonló rapid teszteket szeretnétek látni ezen a csatornán, akkor ne felejtsetek el megnyomni minden gombot, ami ezt elősegíti, és akkor nem fogtok lemaradni a későbbiben érkező tartalmainkról sem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!